Most ezt tudom, én kaptam pofont a szüleimtől, mikor kicsi voltam. Szerintem bármit meg lehet oldani erőszak nélkül. Ugye ki is mutatható, hogy ez felnőtt korban, de ez milyen következményekkel járhat. És ezzel igazából én mind nevelési formával nem nagyon értek egyet. Én teljes mértékben elítélem a testi erőszakot. Amikor kaptam pofont apukámtól, nem tudom, hogy hányszor lehetett, körülbelül kétszer-háromszor életemben. Nem az volt a reakció, hogy megnyugodtam, hanem én ezt traumaként éltem meg, és utána nem akarok túlozni, de majdnem, hogy órákon át sírtam. És nem azért változtattam a viselkedésemet, mert azt gondoltam, hogy akkor az lesz a helyes, hanem mert félelemből, és szerintem ezzel nem lehet motiválni a gyereket pláne. Egy atyai pofon szerintem belefér. Nem. Szerintem ennek lehet egy nevelő hatása. Ha megütnek egy gyereket, azért, mert valamit nem csinál jól. Világ életében rettegni fog. Rettegni fog attól, hogy bármit is tegyen magától, mielőtt megkérdezi a szüleit. Visszagondolva az eddigi életemre, hogy néha lehet, hogy jó lett volna, ha kaptam volna egy atyait. Lehet, hogy apám többet elért volna azzal, hogyha leülünk és megbeszéljük. Vagy ha elmagyarázza, hogy miért ne. Mert azzal, hogy megüt vagy megütött, nem feltétlenül ért el azt, hogy én azt ne csináljam, azt ért el, hogy hazudok neki. És nem mondom meg, hogy mit csinálok, és nem kommunikálok az apámmal úgy, ahogy másképp megtenném, ahogy például édesanyámmal. Rengetegszer kikaptam a szekundát úgy, hogy elég rendesen megvert édesapám, de utána egyből tudtam, hogy merre van az iskola. Eljött a te időd. Készíts egy perces videót, és nyerj vele 100 000 forintot, vagy a 3 darab Sziget heti egy egyikét. tasz.hu/20